Sziasztok! Biztosan láttátok, hogy nemrégen a Banninak volt egy olyan gasztrója, amiben tonhalkrémet csinált. Világ legegyszerűbb receptje egyébként, de azóta én is egyfolytában így eszem, úgyhogy nagyon fel lehet vele dobni az eredeti, hát azért megunható tonhalat. De én most azon kísérleteztem, hogy mivel lehetne egy, talán még egy kicsit jobbá tenni, vagy inkább azt mondom, hogy egy picit dobni rajta az állagán, főleg, hogy krémesebb legyen. És éppen ezért kikísérleteztem, ami kelleni fog hozzá, az 2 darab tonhal konzerv. Ez egy összesen körülbelül 220 g tonhal. Ami különlegesség benne, az a tejszín. Most ez ilyen zsírcsökkentett tejszín, de eredetileg megmondom, hogy én nem ilyet kerestem, hanem zabtejszínt. Ha találtok, akkor azt használjátok, csak ahol én voltam, ott pont nem volt, úgyhogy ezzel is jó lesz. Kókuszsírt kell hozzátenni, nem sokat, csak egy kicsit. És akkor ami majd még megdobja, só, egy kis bazsalikom, meg citrom. Miután összeturmixoltuk, ez egyébként botmixert fogunk majd használni, akkor utána egy kis póréhagymát még belekeverünk. A hagyma egyébként nagyon sokat tud dobni a tonhalon, de gondolom ezt már tapasztaltátok a Banni-féle recept alapján. Na de akkor essünk is neki. Első körben fogunk valamilyen kis keverőtálat, és beletesszük a tonhalat. Majd figyeljetek rá, hogy a konzervre még előre öntsétek le a vizet, mielőtt beletennétek, mert fölösleges ez a sok lé, ami rajta van. Én már ezt megtettem, hogy ne kelljen itt szaladgálni vele, úgyhogy a nagyja már lekerült róla. Az nyilván nem baj, hogyha egy pici marad rajta, de nem kell mind. Tonhallal meg vagyunk, tejszínből, hát nagyjából egy ilyen 150 ml-t mérjetek ki, nem muszáj ennek pontosnak lenni, én se fogok vele itt most méricskézni, fölösleges szarakodni vele, körülbelül egy 150 ml legyen majd a mennyiség, és figyeljetek rá, hogy ne habtejszín legyen, hanem főző tejszín. A habtejszín az nagyon habos lesz, szóval úgy nem lesz jó az állag, a főző tejszín a jó hozzá, és kókuszsírból pedig hát körülbelül egy billányi, ami mehet bele. Kókuszsír után hozzátesszük a sót, abból sem kell majd túl sok. A tonhal egyébként eleve sós, úgyhogy azért nem kell bele túl sok. Most azért tekertelenesen, de ebből nagyon rosszul jön, ezt én nem tudjátok. Ez a körülbelül egy ilyen csipetnyi az elég bele, és bazsalikomból sem kell sok. Van egy picit meglötykölitek, az pont jó is. Citromot pedig félbevágjuk. Mind a kettőt amennyire csak tudjátok, nyomjátok hozzá a tonhalhoz. Nem kell belé karikázni meg semmit, csak nyomjátok ki a levét, amennyire csak lehet. Minél több citrom van benne, annál jobb, mert a tonhalat azt nagyon fel tudja dobni a citrom. Az utolsó összetevő pedig a póréhagyma. De ezzel az a helyzet, hogy ezt csak egyelőre felszeleteljük, ezt még nem fogjuk hozzátenni a tonhalunkhoz. De a póréhagymát próbáljátok meg minél kisebb darabokra összevágni, amennyire időtök enged, én most nem fogom annyira elhúzni, de annál jobb, minél jobban össze van aprítva. Most a legjobb része a dolognak, lehet túlmixolni. Hogyha ilyen állagúra összetúrmixoljátok, az már jó, látszik, hogy krémes. Még amennyire lehet szedjétek itt is a botmixerről a maradék tonhalat, ne pozoroljunk. És végül pedig beletesszük a felszeletelt póréhagymánkat. Innentől már nincs más dolgotok, mint jó alaposan összekeverni. És ilyenkor még érdemes körülbelül egy fél órára berakni a hűtőbe, hogy még jobban összeálljon, mert hát egyébként is hidegen még finomabb szerintem. És amit még mondjuk ti eldönthettek, hogy vagy rákenitek teljes körlésű kenyérre, pufasztott rizsre, bármi egyébre, vagy pedig magában is lehet enni, de szerintem mivel, hogy ennek eleve jó íze van, ezért már magában is jó. És az elmaradhatatlan kóstolás a végéről, ami most aztán különösen nem esik nehezemre. Nagyon tuti lett, hogyha lehűtöd, akkor még jobb lesz, egészségetekre próbáljátok ki.